A 42. Lidl Balatonátúszásnak negyedik éve egyre népszerűbb betétszáma a Balatonáthúzás, amelyre az úszás mellett egyre többen jelentkeznek. Az indulók száppal szelhetik át az északi és déli part közötti 5200 métert. Idén is közel 1000-en készülöttek az átkelésre. Utolsó simítások, hányadik alkalom? Első többieknek sokadik, de várom őket, úgyhogy hárman jönnek hajóval, meg még jön a férjem, úgyhogy nem sokára indulás. Akkor ez azt jelenti, együtt lesz a csapat végig, vagy saját tempó? Szerintem együtt leszünk. Egyforma tempóba haladunk, úgy gondolom. Hogy lehet erre felkészülni? Úszunk, evesztünk egész héten, úgyhogy kicsit edzettünk rá. Minden készen van az induláshoz? Hányadik alkalom? Hogy lesz a menet? Második alkalom. Így szuppal legalábbis. Nagy élmény. 14-szer átúszni, meg most 6-szor másodszorra szuppolni az élmény. Tavaly 1 órát mentem át, hát az idén is sikerül 1 órát átérni. Első alkalom volt, nagyon tetszett. Szerintem jövőre is jönni fogok. A fiam ajándéka volt, 63. születésnapomra kaptam ezt az áthúzást. Ő pedig úszik, úgyhogy hamarosan ő is meg fog érkezni. Neki is az első áthúzása nagyon jó volt, egy élmény volt. Az elejétől kezdve hullámzott. Ez a második alkalom, de tavaly is ugyanilyen volt, úgyhogy tudtuk, mire jövünk. Jó élmény, meg egyre több embert fűztünk be. Tavaly csak 3-an voltunk, most már 15-ünk. Most már a második éve evesztem át szappal, és most a barátnőmet, Nórit rángattam magammal. Most sokkal nehezebb volt, mint a tavalyi évben. Nagyon nagyok voltak a hullámok, különösen középen. Nem volt elég, hogy egyenesen haladni akartam, de visszafele is kellett küzdenem magam, hogy ne sodródjak el Füred felé. Amikor elindultunk, még jó ötlet volt, ahogy beértünk, már nagyon nagyok voltak a hullámok. Ott azért egy kicsit átgondoltam, hogy ez biztos, hogy jó lesz, de sikerült beérnünk, és szuper kis edzés volt.